Kedves nézőink, most következő interjúnk apropóját az adja, hogy változás történt Tokaj hegyalja, talán legrégebbi és eléggé fajsúlyos borászati szakmai és lobbista szervezetében, a Tokaji Borlovagrend élén. Szepsi István, az ismert borász átadta a stafétát, és a szervezet tagjai egyhangulag dr. Stumpf Istvánt választották meg elnökükként. Ugye Stumpf István nagyon sok helyről lehet ismerni, volt kancellária miniszter, vagyis a miniszterelnökséget vezető miniszter, alkotmánybíró, iskola alapító, egyetemi tanár, kutató, politológus, és hát egy új szerepben köszönhetjük tehát, ami a szülő földjéhez eddig talán a legközelebb áll, és intézményesülve tudja most már segíteni ezt a térséget. Úgy köszöntöm is dr. Stumpf Istvánt a vonal túlsó végén, hiszen Skype-os interjút készítünk. Nos, hogyan találta meg ez a feladat? Én is szeretettel köszöntöm a Hegyalja televízió nézőit. Remélem, itt már a szüreten túl, készülve az ünnepekre, talán mindenki békességben van, és azt is remélem, hogy minél többünket elkerül a korona, és nem koronázzuk itt meg munkat. Hogyan talált meg a feladat? Hát én ugye rendszeresen járok haza, Sárospatak szülötteként, Hercegút polgáraként felnőve egy kis sváb településen megtanultam azt, hogy mit jelent a szőlőtermeléssel foglalkozni, azon a szinten, ahogyan a egyszerű emberek készítették a bort akkor, és figyeltem azt a kísérletet, ami a Tokaj-hegyalja átalakulását jelentette a rendszerváltoztatás után, és hát a érzéketlen orosz piacról, vagy szovjet piacról hogyan álltunk át egy olyan mechanizmusra, amelyik sokkal érzékenyebb lett a minőségre. Én még emlékszem arra, hogy a öcsémmel hogyan próbáltuk kicentizni azt, hogy az egyébként gyenge minőségű bort hogy lehet feljavítani olyan szintre, hogy aztán azt felvegyék, levegyék, elvigyék tőlünk, és aztán untuk azt, hogy mindig ki kellett keverni üstben a cukrot és a mustot, és aztán szétpancsolni a különböző hordók között, és akkor kitaláltuk azt, hogy volt ez a dobtárat mosógép, és abba töltöttük bele a mustot, aztán hozzátettük a cukrot, de aztán nagyon kikaptunk, mert a dobtár mögé betüremkedett a cukor, és tönkretette magát a mosógépet. Tehát én láttam politikusként, a kancelláriát vezető miniszterként is azt a kísérletet, hogy hogyan próbálnak talpra állni a települések. Magam is megküzdöttem a kritikájával is, meg a támogatásával is annak, hogy lehet a tokai kereskedőházat, vagy egyáltalán a nagy felvásárlókat olyan helyzetbe hozni, hogyha a nagy termés mennyiség van, akkor azt felvásárolják, és a időben megkapják a termelők, a parasztok azt a pénzt, ami egyébként nekik a jövedelmük jelentős részét jelentette, de azóta sok víz lefolyt a Bodrogon, és azt gondolom, hogy igen, sokféle befektető jött be, és ami újdonság, hogy egyfajta generációváltást érzékelek Tokaj-hegyalján, hogy egyre több fiatal gondolja úgy, hogy van ebbe fantázia, érdemes itthon maradni, érdemes újra telepíteni bizonyos területeket, és érdemes a minőség irányába elmenni. Tehát amikor Szepsi Pista bátyánk úgy gondolta, hogy ő már megtette, amit megkövetelt a haza, és azt gondolta, hogy érdemes átadni a stafétabotot, akkor kerestek meg hegyaljáról különböző emberek, hogy nem lenne kedvem elvállalni, és azt mondtam, hogy hát ez valóban egy olyan kihívás, egy olyan ösztönzést is jelentett, ami tulajdonképpen összetudja kötni a múltamat a jelennel, meg talán a kialakult kapcsolatrendszeremmel, tudásommal tudom segíteni hegyaljának az épülését. Ugye ennek a szervezetnek a tagsága nagyon színes, tehát a borászoktól kezdve újságírók, színészek, és tényleg a nagyon széles skálájú, foglalkozású, elkötelezettségű emberek vannak benne. Mint ennek a közösségnek a vezetője mire vállalkozott? Tehát mit tud tenni annak érdekében, hogy hatékonyan tudja segíteni ez a szervezet a borvidék működését, javulását? Én azt gondolom, hogy az elmúlt években Samuel Timon, Velkei Gabriella, mint alelnök és mint titkár nagyon fontos szerepet játszott a tanáccsal együtt abban, hogy megpróbálják kicsit újraéleszteni, dinamizálni a Borlovagrendnek a tevékenységét. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb figyelmet kell szánnunk a tagjainknak,
sokkal szorosabb kapcsolatot kell építeni a tagokkal. Ugye a borlovágrendi tagság az nem automatikusan jelenti az egyesületi tagságot. Az egyesületben még ehhez be kell lépni, hogyha elkötelezettebb valaki, és tényleg tenni akar ennek a vidéknek a jövőjéért, Tokaj jövőjéért, és tényleg nagyon sokan vannak olyanok is, akik nem bortermeléssel foglalkoznak, de szerelmesek. A Tokaji asszúban szerelmesek a hegyaljában, szerelmesek Tokaj vidékre, ezt fel akarják fedezni maguknak és barátaiknak zemplént, és ez a borlovagrendi civil szervezet egy igen jó hálózatot kínál, és ezt a hálózatban rejlő erőforrásokat szeretném én dinamizálni, felhasználni azokat az embereket, akik ott vannak, és szeretnének tenni ezért, de egyelőre nem találták meg a módját, olyan csatornákat építeni, amivel ezt össze lehet gyűjteni, harmonizálni lehet, és be lehet kapcsolni azokhoz a tevékenységekhez, ami például a Tokaji Fejlesztési Tanács körül zajlik Váberer úrnak a vezetésével. Tehát én azt gondolom, hogy itt a civil, az állami és a spirituális dolgokat is nagyon jól össze lehet kapcsolni, és igen, igaza van azoknak a borászoknak, akik azt mondják, hogy még mélyebbre kell mennünk, jobban meg kell ismerni Tokaj-hegy aljának a múltját, ahhoz, hogy a jövőjét szépen meg tudjuk határozni. És az elkövetkezendő 5 év egyik fontos terve az az, hogy a Tokaji borlovagrend a legnagyobb nemzetközi borlovagrendek szintjére jusson el, jó kapcsolatot építsen ki például a burgundiaikkal, a Napa Valley-vel, Amerikában és máshol, és ezeket meg fogjuk csinálni. Számos ember él határainkon túl is, aki a saját kapcsolatrendszerét, hitét, belső energiáját szívesen bocsátja a lovagrend és az egyesület rendelkezésére, és én bízom benne, hogy mi ezeket a szálakat össze fogjuk tudni kötni. Mesélt arról, hogy gyerekkorában ugye teljesen más világ volt, hiszen egy viszonylag érzéketlen szovjet piacra óriási mennyiségű bort kellett készíteni, amely hát azért részben a minőség rovására ment, de hát ahogy ön is említette, lépésváltás történt a rendszerváltás után, és egyre több energiát és pénzt fektettek abba, hogy minél minőségibbek legyenek a borok. Ön szerint hol állunk most ezen a létrán? Én azt gondolom, hogy jól állunk, van még jövő előttünk, tehát van pálya, amit még be lehet játszani, de nagyon messze jutottunk a rendszerváltoztatás óta. A hegyközség segítségével, az itteni kitűnő borászok segítségével, akik egyértelműen azt mondták, hogy vissza kell adni a tokai bornak a becsületét, és a tokai asszú mellé jó minőségű, elegáns, száraz bort is kell készíteni, és ez lett az asszú. Tehát én a baráti körben is folyamatosan meséltem, az alkotmánybíróságon is, hogy a furmint forradalma zajlik, és a furmint az egy olyan bor lehet, amiben meg tudjuk verni az európai, sőt a francia versenytársainkat, mert olyan ízeket, zamatokat képes a furmintnak a gyökere felhozni ebből a történelmi talajból, azokból a történelmi dűlőkből, amelyek most már egyre inkább markáns arculatot szereznek, és szerintem a dűlőszelekció mellett a parcella szelekció is megjelenik, amelyik már egyfajta belső versenyt is elindít, ami jó, mert így a különböző gasztronómiai éttermekben és máshol, ahol elegánsan már azt is lehet mondani, rendben van, hozok egy tokait. Na jó, de kitől hozod, melyik dűlőtől, melyik évjáratot. Tehát én próbálom tulajdonképpen szocializálni, oktatni is a barátaimat, hogy azért figyeljenek oda az ízekre, a harmóniára, a minőségre, mert talán ezzel tudják terjeszteni a dolgokat. Amikor alkotmánybíró voltam, azt mondtam, hogy két vezérelve van a tevékenységemnek, az egyik a jogállamiság, a másik meg a hedonizmus, ami az első sorban a tokai bor szeretetét értettem, és kaptam is a kollégáimtól egy olyan bírói kalapácsot, amelynek a nyelére egyik oldalán az volt felírva, hogy jogállam, a másik oldalán a hedonizmus. Akkor túlságosan erős nyomás volt a jogállam oldalán, kicsit megfordítottam, és előjött a hedonizmus, és otthon még egy pohár borral sikerült elővinni. Ugye 1998 és 2002 között miniszterelnökséget vezető miniszterként, és hát lokálpatriótaként is részt vett a világörökségi cím előkészítésében, amelyet végül megkapott Tokaj hegyalja. Akkoriban milyen reményeket tápláltak a cím kapcsán, és ebből mi valósult meg azóta, hogyan látja? Hát akkoriban az volt a remény, hogy
be tudjuk emelni a tokai borvidéket is Magyarország azon turisztikai célpontjai közé, amelyek én is azt gondolom, hogy talán a harmadik helyet, dobogós helyet talán lehet szerezni a jövőben Budapest és a Balaton után. Tehát Villány és a más borvidékek délen nagyon jól működtek a rendszerváltoztatás után, igen, sikeres üzleti modelleket voltak képesek bemutatni, könnyebben is lehetett oda lejutni. Most azt hiszem, hogy Tokaj előtt az a kihívás áll, hogy ezt a dobogós helyet megpróbálja megszerezni, és valójában olyan környezetet tudjon produkálni, hogy a műemlékeinkkel, a pincéinkkel, a borainkkal egyre több embert vonzunk ki ide, és megmutassuk, hogy azért váltunk a virágörökségi hagyománynak a részévé, mert valóban azok vagyunk, azok is voltunk, csak most visszakaptuk ezt a szerepet, és vissza tudunk menni egészen a Lóránt fékig, és meglátjuk azt, hogy valóban ez a vidék nem csak a szabadság oroszlánjainak volt a gyülekező helye, Sárospatak és környéke, hanem a legminőségibb édesbor, a vezetőbor, a csúcsbor megteremtésének is a szülőföldje, és ilyeneket nem véletlenül ittak császárok, cárok és királyok, és valóban a borok királya, királyok bora. Ezt a nívót, meg ezt a magas minőséget el kell érni, és akkor szerintem legendát is lehet e köré, a vidék köré építeni, mert megvan a legendája, mert olyan történetei, olyan hagyományai vannak, amelyeket szívesen hallgatnak az emberek borozgatás közben, plána, hogyha ez még egy kis vápszavanna is társul. Egy kicsit már többször utalt rá, meg érintette erre a nagy Tokaj-hegyaljai programra, amelytől nagyon sok mindenki nagyon sokat vár. Ugye a Waberer György nevével fémjelzett 150 milliárdos programról van szó, amelyhez fogható összeg se jött még erre a környékre. Milyen, tényleg az általánosságot kivéve, milyen reményeket táplálhatunk valójában? Tehát ön mit lát, hogy ezzel a programmal mennyire oldódik meg az a évtizedeken át fölhalmozott probléma, amely Tokaj-hegy alját eddig érintette, és tényleg emeli egy turisztikai harmadik helyre a képzeletbeli dobogón? Én nem szeretnék illúziókat táplálni. Nagynak tűnik első hallásra ez az összeg, 150 milliárd óriási pénz, de hogyha megnézzük, hogy mögötte milyen fejlesztési hiányosságokat kell pótolni, akkor ez az összeg nagyon hamar már elfogy. Tehát az egyik legnagyobb problémája ennek a régiónak, hogy nehéz elérni. Tehát a közlekedési viszonyok, a 37-es útnak az állapota, a dűlők közötti közlekedésnek a lehetősége, az, hogy el lehessen menni minden nehézség nélkül, akár kerékpárral, különböző falvakba, Máttól, Sárospatakon át, Hercegkúton keresztül, Bodrogolaszig, vagy Bodrog keresztúlig, aznak ki kell alakítani az infrastruktúráját. És szerintem ebben lehet piacvezető ez a régió, mert meg tudja mutatni, hiszen gyakorlatilag a nulláról kell elindítani, hogy ide tudja vonzani a fiatalokat, és ők meg tudják tervezni, egy hétvégét, egy hetet el tudnak itt tölteni, és aztán, hogy ez hogyan fog kihatni majd magára a borászatnak a jövőjére, hogyan tudjuk összehozni a gasztronómiát és a minőségi bortermelést, meg a pinceturizmust összekapcsolni a borkostolással, sőt, mi több még ezt összekötni a bodrogi hajókirándulással, ahonnan meg le lehet menni a Tiszára. Szóval olyan különleges, egyedi lehetőségeket kínál ez, felmenni a Áldó Krisztushoz Tarcalon vagy Hercegúton. Tehát azt gondolom, hogy ezek mind, és nem beszélve mondjuk a Szabadidőparkról, vagy a magyar nyelvháza, Sátoraljaújhely mellett. Tehát azt gondolom, hogy nagyon sok olyan felfedezetlen dolog van, ami örökre és maradandó élményt tud nyújtani, és örülök annak, hogy az emberek most részben arra kényszerülnek, hogy felfedezzék Magyarországot, és mindenkinek azt ajánlom, hogy fedezze fel Zemplént is, Tokajt is, mert tulajdonképpen egy gyöngyszem, egy nagyon fontos, szinte érintetlen vidék. Egy dolgot mindenképpen kiemelnék ebből a programból, és most úgy kérdezem, mint intézmény alapítót és mint gyakorlott egyetemi oktatót, hiszen ennek a tervnek az egyik sarkalatos programja az, hogy a Comenius Tanítóképző Főiskola hagyományaira egy új borászati képzés
Hát a tervek szerint nemzetközi kihatású, de legalább országos jelentőségű borászképzés indulna el, ami egy kicsit így első hallásra talán meredeknek is tűnik, de ön szerint, aki már látott ilyet, megvalósítható-e ez itt reálisan? Egyelőre keveset tudok magának a tervnek a konkrét mi voltáról, de rendkívül lelkesen üdvözöltem, és nagyon-nagyon örülnék neki, hogyha Sárospatak a borászképzésnek a központja lehetne, és mindezt a modern egyetemi körülményeknek megfelelően tudja tenni. Az összes rendelkezésre álló szabad kapacitásomat szívesen használnám ennek a támogatására. Nem látom még ennek, mint számos intézmény szervező ember, nem látom még ennek a konkrétumait. Azt is tudom, hogy különösen miután én a Magyar Akadémiai Bizottság doktori tanácsának is a tagja vagyok, látom, hogy milyen nehéz akkreditációs folyamaton mennek keresztül például a doktori képzések, és ahhoz, hogy presztízses intézmény legyen valamelyik intézményből, ahhoz minőséget kell mindenképpen oktatni, tehát olyan embereket kell idehozni, olyan szakmai programokat, olyan kurikulumokat kell összeállítani, amelyben a burgundiak is azt mondják, hogy ez így rendben van. Ez egy nagy kihívás, intellektuálisan is, meg szervezetfejlesztési szempontból is nagy kihívás, de nagyon örülök annak, hogy egyáltalán ez az ötlet az asztalra kerül, messze van még, amikor erre azt mondhatjuk, hogy ezt meg is csináltuk. A fiatalokra is többször utalt. Most az utóbbi időben, hát ugye évtizedeken át az volt a tapasztalat, hogy a fiatalok inkább elmentek innen, tehát máshol kerestek boldogulást, vérző szívvel, hiszen nagyon sok ismerőse van az embernek, és látszik, hogyha egy kicsit jobb megélhetés lenne, 5 perc múlva már ismét itt élnének. Ezen a vidéken nagyon szeretik, nehéz innen elszakadni, de hát ugye a megélhetés az mindig nagy úr. De mostanában egyre gyakrabban, például Hercegúton vagy Olaszliszka környékén szerveződnek fiatalok, tehát nem csak, hogy itt tervezik a jövőjüket, de össze is szerveződnek, és saját utat próbálnak maguknak építeni. De hát tudjuk jól, hogy azért a borászat, az idegenforgalom, az nem egy mai fiatal álomvilága, hiszen rengeteg munkával jár. Volt egy rokonom, aki mindig azt mondta, hogy a szőlőt azt mindig marha melegbe kell kapálni, hidegbe kell metszeni és esőbe szedni, hogy mégis mi az, ami itt tarthatja a fiatalokat? Tehát ebben a millióban, ebben a kultúrkörnyezetben meg tudják-e találni azt a helyet? Én úgy látom, hogy mindent megtesznek ennek érdekében. Sárospatakon a borterasz létrehozás, amelyik összekapcsolódik a Zempléni Fesztivállal, a kulturális rendezvényekkel, és nagyon, nagyon érdekes az, hogy persze elmentek sokan ezekből a falvakból, meg városokból, de most mintha visszahoznák a barátaikat. És akik itt maradtak, azoknak dagad a mellük, mert meg tudják mutatni, hogy barátom, ez az én borom, ezt mi készítettük, nem csináltuk, készítettük, és erre büszke vagyok, és tudják mesélni a zamatát, mesélni a dűlőhöz kötöttségét, mesélni a történetét, és persze mögötte ott van az a verítékes munka, amivel keresik a nagybort, meg előállítják évente azt a termést, ami aztán piacra kerül. De az nagyon fontos, hogy már maguk is tudják értékesíteni, mert szerintem annak is van egy bukéja, hogyha valaki elmegy a pincesorra, lemennek a pince mélyére, ott más az ízvilága, az illata, a zamata, és pláne, hogyha még ez mindenféle borkorcsolyákat is párosítanak, akkor tényleg maradandó élménnyel. Tehát azok, akik elmentek, azok idehozzák a barátaikat, és szájról szájra száll a hír egyfajta hagyományként, hogy gyerekek, gyertek Tokaj egy aljára, nézzétek meg, milyen nagyszerű dolgok vannak itt. És el lehet tölteni itt nem egy-két napot, hanem többet. Most ennek kell még kiépíteni azokat a kulturális elemeit, ami ne csak a Zempléni Fesztiválhoz kapcsolódjon, meg a Tokajkatlanhoz, nagy rendezvényeihez, hanem minden település, vagy akár minden bor terület, minden parcella ki tudja dolgozni a saját identitását. És ezek, én azt mondom, hogy a világban identitás küzdelem zajlik, és a magyar nemzeti identitásnak egy nagyon fontos része a tokai borvidéknek a fontossága, identitása és helye a magyar történelemben. Ezt újra fel kell fedezni, és ezzel lehet megerősíteni identitásunkat. És a lokálpatriotizmus ma nemzeti erőforrás. Tehát ezért azt gondolom, hogy ezeket mind-mind erősíteni kell, és ezért nem szabad eszközteleníteni vagy varástalanítani az önkormányzatokat, hiszen az önkormányzatok
tudják, hogy legjobban kikkel lehet együttműködni, ők ismerik a saját polgáraikat legjobban, és szerintem ott kell hagyni erőforrásokat, hogy tudjanak dolgozni saját jogon is a fejlesztési programokon. A végére egy személyes kérdés, milyen alkalmakkor milyen bort fogyaszt? Hát most karácsonykor biztos, hogy Tokaji Furminttal fogom a jó kis karácsonyi ételt leöblíteni, bár sajnos a szokásos nagy családi összejövetelt ezt kicsit szűkebbre kell szabni. A anyósom, apósom 85 éves, a feleségem keresztanyja 91 éves, ők mindig el szoktunk menni hozzájuk, hát most sajnos ez nem fog összejönni, és hát de a fiam az unokámmal már itt lesz, a lányaim is itt lesznek, úgyhogy ez lesz, és azt gondolom, hogy az István napon ki kell bontanunk egy hatputtonos tokai aszut, még gondolkodom rajta, hogy kinek az asszúját fogjuk elfogyasztani. Mindenkinek áldott adventi ünnepeket, boldog karácsonyt és sikeres COVID-mentes új évet kívánok. Köszönjük szépen a nézők nevében is, hát természetesen mi is viszont kívánjuk. Dr. Stumpf Istvánnak köszönöm szépen a beszélgetést, és hát a munkájához erőt, egészséget és sok sikert kívánok. Remélem még sokszor tudunk beszélgetni majd az idők elteltével, eredményekről, tervekről, mi egyébről. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést még egyszer. Én is bízom benne, köszönöm szépen, minden jót!